egy nagyon erős 200 méteres előfutammal mutatkoztál be itt a Tokiói olimpián, kirobbantál a rajtból. Minek köszönhető az, hogy ez ennyire meggyőző volt szerinted? Kicsit azért engem is meglepett. Uh, ugye hátszél volt, oldal, oldalsó hátszél, tudjuk, hogy meleg a víz, könnyű a víz nagyon, tehát jó gyorsan lehet kajakozni, hogy a Kolos rögtön az előfutam már olimpiai rekordot is ment, Úgyhogy gyors, hogyha marad ez a hátszer holnapra, akkor mindenképpen gyors pályára számítok. Nagyon sokat gyakoroltuk Viktorral a 200 méter elejét, közepét, végét, úgyhogy mindenre fel vagyok készülve. Te és egy nagyon jó 35-ös időt mentél, úgyhogy a végén kiengedtél, körülbelül mennyi maradhatott benne, mit gondolsz? Ezt nem tudom pontosan megmondani, 120-ig hajtottam, utána kiengedtem, aztán még jobban kiengedtem, mert nem jött senki, nem tudom mennyi marad benne. Fogalma sincs. Majd holnap kiderül, mert holnap már, már maximumot fogok nyújtani. Mivel töltöd az idődet, amikor itt vagy a szállodai szobában? Ugye ma volt a reggeli verseny, és aztán utána bőven maradt idő a pihenésre, hogy telik egy ilyen nap, egy ilyen döntő előtti nap. Ö, olvasni szoktam, animét szoktam nézni, meg YouTube videókat nézegetek, meg ami úgy úgy éppen akad a hengerezek egyet, van itt egy konditerem, ahova ugye le lehet menni, ott szoktam kicsit nyújtani, úgyhogy így ö, szépen eltennek így mindig kényelmesen a, a, a délutánok. Láttam a közösségi médiában, hogy Gyoma Endrődön ö, ö, együtt nézik a, a versenyeidet, mit szólsz ehhez, és hát ö, mit üzensz nekik haza? Nagyon örülök neki, ö, nagyon jól esik, nagyon jól esik, hogy otthon összegyűltek, és hogy egy olimpia, olimpiai versenyszámot fognak együtt megnézni. Én mindent megteszek, hogy jó eredménnyel zárjak, és nagyon köszönöm, hogy fölkelnek, és holnap is föl fognak kelni, megnézni a futamokat, és tudom, érzem a szurkolást, tudom, hogy tolják a hátamat, nyomják a hajót, úgyhogy innen is nagyon köszönöm, de holnap még több kell. Úgy látom, hogy egyáltalán nem nyom azt a felelősség ezt, hogy csinálod. Hmm, gyakorlatilag október óta erre készülök. Hmm, nagy, a, nagy mentális úgymond tréningen, felkészülésen vagyok túl. Hmm, ki tudom zárni szerencsére a külvilágot, csak magamra tudok fókuszálni, és hmm, élvezem a versenyzést. Örülök, hogy itt vagyok, hálás vagyok, hogy itt vagyok. Örülök, hogy az előfutam is jól ment, és nagyon várom már a holnapi napot, hogy újra versenyezhessek.